Szabados Ákos a terület egészségügyi alapellátásban dolgozó orvosaival találkozott és egyeztetett a Csiliben. Az elmúlt időszak eseményeinek és eredményeinek összegzését követően az egészségügyi ellátással és annak állapotával kapcsolatos témák következtek. A személyi kérdésekkel kapcsolatosan a következőket tudom elmondani. Itt most egy kicsit vegyesen lesz a 17. illetve 18. évi történetek. A Virágbenedek utcai rendelőben Nagy Péter nyugdíjba vonulását követően szeptember 1-től dr. Fekete Béla látja el a betegeket. Ahol komoly nehézségeink vannak, az a gyermekházi orvosi ellátás. Itt a Acélbóni Erzsébet a halála miatt megüresedett körzet, akkor dr. Mozidiana betegsége, dr. Denyovszky Kálmán nyugdíjba vonulása miatt további két körzet helyettesítése biztosított csak. Hirdetjük a praxisokat, sajnos azt kell mondani, hogy eredménytelenül most az elmúlt időszakban már a hivatalban is komoly gondolkodás tárgyává tesszük azt, hogy milyen plusz juttatásokkal tudnánk ide csábítani kollégákat. Minden eshetőséget végig gondolunk, kérjük most is a segítséget és a tanácsot. Már gondolkodunk itt ösztöndíjban, hogy már a főiskolán, illetve az egyetemen próbáljunk toborozni. Beszéltünk arról, pont most a legutóbb is volt erről szó és vita, hogy lakhatási támogatást nyújtani, hogy megfelelő albérlethez vagy lakáshoz jutást, ezzel is segítsük. Tehát sok minden szóba jöhet, csak hogy ezen a helyzeten tudjunk valamilyen értelemben változtatni. A gyermekfogászati praxisok működtetésében is komoly gondot jelent az orvos hiány, ezért döntött a képviselőtestület azoknak a privatizálásáról. Hasonló gondjaink vannak a védőnői állások betöltésével kapcsolatban is, itt is csak helyettesítéssel tudjuk biztosítani a szolgáltatást. A felnőttházi orvosi ügyeleti ellátásra 2020. február 28-ig az Interambulans ZRT-vel kötött szerződést az önkormányzat, és a nyár folyamán kerül kiírásra a gyermekorvosi ügyeleti ellátásról szóló pályázat. Itt a felnőttházi orvosi ellátásra kapcsolatosan esetleg kérünk a jelenlévőktől is véleményt, ha van. Elég sok lakossági panasz merült fel az utóbbi időben, szeretnénk ennek olyan értelemben utána járni, és valamilyen erre is, ha szükséges, megoldást találni, hogy ezeknek a panaszoknak a száma mértéke csökkenjen, de azt gondolom, hogy itt elsősorban a kollégák azok, akik erről tudnak visszajelzést adni számunkra. Mert ugye a betegek véleménye sokszor állapottól, az ellátás gyorsaságától függően, hát hogy is mondjam, mondjuk szubjektív lehet adott esetben. A rendelő felújításokra itt 45 millió forintot írtak a kollégák. Most abban nem vagyok biztos, Andi, hogy ez most a 17. év vagy 18. évvel vegyes. Jó, tehát akkor ezt kérem, vegyék figyelembe. Itt a bácskatéri rendelő fűtéssel kapcsolatos problémáik megoldása szerepel ebben. Virág Benedek rendelő, nyílászáró felújítás, Vasgereben rendelő, bádogos munkák, kémény szabványosítás, és valamennyi rendelő tisztasági festése befejeződött. Ha most ez így van, akkor én megpróbálom a kalapomat feldobni, amit nem hoztam magammal, mert akik rendszeresen itt vannak, azok tudják, hogy évről évre szóba került ez, és évről évre mindig elmaradtunk ennek az ígéretnek a beteljesítésével. Ha most ez tényleg így fedi a valóságot, amit én nem ellenőriztem le személyesen, akkor ez tényleg egy jó hírnek számít, legalábbis az én számomra mindenféleképpen. És
Még pályázati támogatásból részben a Vasgereben rendelő energetikai korszerűsítése is megtörténhet. A Ján Ferenc kórházat 50 millió forinttal támogattuk, itt eszközbeszerzésekről van szó, ultrahangkészülék, betegszállítókocsi, holter készülékek, fizikoterápiás készülékek, mobil respirátor készülék, bronhoszkóp készülék, vérmelegítő készülék, stb. A kórházi dolgozók jutalmazásához is hozzájárultunk, ez 5 millió forintos nagyságrendet tesz ki, illetve 17-ben kötöttünk egy szerződést egy pályázat keretében, amelynek az egészségfejlesztési iroda kerül kialakításra a nővérszálló aulájában. Ez pedig arról szól, hogy az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése, népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése. Talán még annyit, hogy volt szerencsém személyesen is ott lenni a délpesti kórházban a megújult sürgősségi rész átadásán. Én azt gondolom, hogy a rendelkezésre álló összegből az én laikus megítélésem szerint egy nagyon szép beruházás történt, amely nem csak külsőségeiben, hanem az ott lévő eszközpark és technika megújításában is nagyon jól sikerült, egy nagy előrelépésnek tekintem, hogyha most a személyi feltételeket is tudják hozzá biztosítani, akkor az eddig megfogalmazott negatív vélemények jelentős mértékben csökkenhetnek. Ugye a sürgősségi felszereléséhez mi is hozzájárultunk a magunk eszközeivel egy 10 millió forintot meghaladó összeggel. Úgyhogy én nagyon jó érzésekkel voltam ott jelen. Az a baj, hogy amikor onnan az ember kilép, akkor úgy érzi, hogy a való világba tért vissza, a kórház más részein sajnos, de remélhetőleg, hogy azok a kormányzati ígéretek, amik elhangoztak, azok beteljesülnek minél hamarabb. Anélkül, hogy demagógnak tűnnék, azért egy összehasonlítást hadd mondjak. Én kijárok most már közel 30 esztendeje az SMTK fotball mérkőzéseire is. Volt szerencsém tegnap is kint lenni. Nagyon szép időben volt is ott orvos kollega, nem árulom el, hogy ki volt az, a Zsolt, akivel végig sikerült szurkolnunk a mérkőzést. Hagyományainknak megfelelően ki is kaptunk 2-1-re. Mindezt azért tartom fontosnak elmondani, mert a műfüves pálya ott több mint 100 millió forintból kerül felújításra, hogy még jobb teljesítményre ösztökélje az SMTK labdarúgókat és az utánpótlás nevelést, és hogy minket szurkolókkal is jó érzéssel töltsön el. Tehát ez egy fontos dolog. De ugyanekkora összegből újult meg a sürgősségi osztály is, ahol én úgy láttam, hogy lényegesen többen voltak, mint tegnap az SMTK mérkőzésen, bármelyik nap. Tehát ha mind a két létesítmény Erzsébeten működik és valósul meg, azt gondolom, hogy a foci iránti elfogultságom ellenére is azt tudom mondani, hogy az egy nagyon jól sikerült beruházás volt, miközben persze mindegyiket fontosnak tartom, de a nagyságrendeket összehasonlítva azért a sikeresebb, nem csak az eredményt tekintve, ugye ezt a 2-1-et, amit Tisza újvárostól szenvedtünk el, azért a kiemelkedő mégiscsak a sürgősségi osztály. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a jövőben minél több meccset nyerjen az SMTK, de a délpesti kórház minél előbb legyen felújítva, azt gondolom ez valamennyiünknek a közös érdeke.